Sziasztok, és üdv újra itt a csatornámon. Eljöttünk a Costco-ba bevásárolni. Erről a üzletről videót tavaly, azt hiszem olyan október végén készítettem nektek. Én azóta itt nem voltam. A férjem hazafele szokott beugrani, hogyha kell valami. De most együtt eljöttünk, úgyhogy most megmutatom nektek, hogy milyen is a nyári kínálat itt a Costco-ban. És vajon mennyire mehettek fel az árak tavaly október óta? Amennyiben érdekel benneteket, tartsatok velem! Dupla kulacs, $15 kerül. Kocsiba újraindító kábel, egy powerbank-el, $55. Felfújható ágy, $100. És van itt vízszűrő, filter is $30, hogyha valaki szeret kempingezni és kifogyna a tiszta vízből. Nézzétek, jó kis Skechers papucs, $20 kerül, van többféle színben, méretben. Férfi puma sportcipő, szintén csak $30. Nem is néz ki rosszul. $11.50 három darabos olé tusfürdő. Ez is szuper árban van egyébként. Itt van az új iMac is, ezt is meg lehet ugye itt venni. MacBookok. Elektronikai terméket, azt mindenféleképpen ősszel, tehát Black Friday és karácsony környékén érdemes vásárolni ebben az üzletben. Ez a jó kis matrac is csak $30 kerül. Milyen jó pofa. De $100 kaphatunk egy egész család részére is. Champion márkájú napszemüveg $30 kerül. Ezek a kocsik itt mögöttem nagyon népszerűek itt nálunk. Az Egyesült Államokban nagyon szeretik az emberek, mint bevásárlásra használni, vagy a beachre menni. Sokan még gyerekeket is bele szoktak ültetni, nagyon praktikus egyébként, mert látjátok, minden irányba fordul, nagyon könnyű összecsukni és szétszedni, kis helyet foglal a csomagtartóban is. $80 kerül, és 136 kilót bérel összesen. Aki szereti a paptarcot, megmondom őszintén, nem ajánlom senkinek, mert az egyik legegészségtelenebb édességek és nasolnivalók közé tartozik, azt is itt éri meg megvenni, ugyanis csak $10 kerül ez a nagy doboz. Ez a Skippy egy nagyon népszerű mogyorókrém márka itt nálunk az USA-ban, és ez a, nem is tudom mi ez, talán nápoi, nápoinak mondhatnám, ilyen nápoi is mogyorókrémes szelet, 22 darab van benne, és csak $11 kerül, míg mondjuk az AGB-ben a fele ekkora szokott olyan $8 kerülni. Megmondom őszintén, tényleg megpróbálunk semmi olyan dolgot megvenni, amire tényleg nincs szükségünk, de ilyenkor mindig nagy kísértésbe esik az ember. Ezt már az előző videóban is említettem, férjem nagy kedvenc, ez a majdnem másfél kilós pisztácia csomag, amely $15 kerül. Ebben a trail mixben, ebben egyébként különböző magvak és M&M's cukorka van. Ebben 28 darab ilyen picike
csomag található, nagyjából ilyen ekkora csomagok, és ez kerül 16 dollárba. Viszont, hogyha nem a pici csomagosat szeretnénk megvenni, hanem a majdnem 2 kilós változatot, ami ugye egy nagy zacskóban van benne, az viszont csak 13 dollárba kerül. Látjátok? Ilyen nagy kiszerelésben van. Vitaminokat és gyógyszereket is itt szoktuk mindig beszerezni, hiszen óriási kiszerelésben vannak, és sokkal jobban megéri árban, mint hogyha mondjuk egy gyógyszertárban megvennénk a kisebb kiszerelést. 500 darabos C-vitamin pedig 13 dollár. Jennifer Aniston kedvenc kollagénporja, a Vital Protein, nagyon-nagyon népszerű. Gondolom azért, mert ő reklámozza, és ő az arca egyébként. Azt is megéri nagyon itt megvenni. Ugyanis itt csak 25 dollárba kerül. Míg az AGB-ben majdnem 40 dollár ugyanez a kiszerelés. És ismét itt vagyunk a ruháknál, most már ugye a bolt közepén vagyunk. Nézzük meg, miket találunk és mennyiért. Adidas férfi rövid nadrág 15 dollár 50-be kerül. Találhatunk itt tipikus texasi pólókat is, ugye, férfiak számára. Puma férfi rövid nadrág 12 dollárba kerül. 2 darab férfi Hurley márkájú póló 18 dollár. Megmondom őszintén, a Casco a saját márkájával, ezzel a Kirkland márkával nagyon eltalálta a dolgokat, ugyanis bármi, amit ebben a márkában megveszünk, az mind nagyon jó minőségű. Például ezek a női farmerok itt mögöttem, nekem ebből van 3 is, és hát nem is tudom, úgy 2-3 éve vettem őket, és a mai napig hordom őket, tehát nem mentek szét, nem nyúltak ki a mosásból, tehát magát a Kirkland márkájú termékeket én bátran szívből tudom ajánlani bárki számára. Például ez a női farmer 17 dollárba kerül, és nézzétek csak, Made in Mexico. Skechers márkájú női leggingzek is csak 17 dollárba kerülnek. Donna Karan New York rövid nadrág 15 dollárba kerül. Akkor most elsétálunk, amiért valójában jöttünk. A szokásos WC-papír és papírtörlő csomag, amit ugye megveszünk. Itt is vagyunk, nagyon kíváncsi voltam egyébként, hogy felment-e az ára. Direkt megnéztem az előző videómban, amikor októberben vettük meg a WC-papírt, 19 dollár 99-be került, és kíváncsi voltam, hogy 7 hónap alatt vajon mennyit emeltek az árán. Szerencsére nem emeltek rajta, még mindig 19,99-be kerül. És akkor most tovább jövünk a papírtörlőhöz. A papírtörlő árán viszont emeltek 1 dollárt tavaly október óta, most már 19,89-be kerül, 18,99 helyett. Így működik ez egyébként, tehát most, hogyha belegondolunk, biztos sokan azt fogjátok mondani, hogy ó, csak 1 dollár, viszont hogyha abba gondolunk bele, hogy 3 évvel ezelőtt 14 dollár 99-ért vettük, ahhoz képest ez az 5 dolláros emelés sok. És ugye okosan csinálják az üzletek, hiszen nem egyszerre emelnek sokat az árakon, hanem apránként 50 centet itt, 1 dollárt ott. Tehát igazából eltelik egy év, és észre se veszed, hogy már 1-2-3 dollárral többet fizetsz, mint egy évvel ezelőtt. A 100 darabos kutyapelenkának az árán is emeltek, ez is most már 19 dollárba kerül. Korábban mi ezért nem fizettünk csak 15 dollárt. Azok, akik sok tojást esznek, szintén itt vegyék meg, ugyanis nagy mennyiségben viszonylag olcsóban juthatunk hozzá a tojáshoz. Én mondjuk jobban szeretem háztól venni a tojást, tehát elmenni a városban emberekhez, és úgy megvenni a tojást. Ez a mini nán, ez viszont valóban nagyon megéri, 6 dollár 50-be kerül, és nézzétek,
milyen sok van benne, míg az EGB-ben a negyed ekkora kerül $4. Aki szereti a humuszt, $7.79-be kerül ez a 20-as mini kiszerelésű, de van itt ugye nagy is, ez organikus, ő $7-ba kerül. Nézzétek ezt a nagy kiszerelésű fetát, $5-ba kerül. De itt van a Costco-nak a saját Kirkland márkás fetája, $12-ért. Norvégiai szalmon filék $13-ba kerülnek. Brokkolival, cheddar sajttal töltött csirkemell filék $8. Na azért vannak dolgok, amikért nem adnék pénzt, tehát egy ilyen töltött csirkemell filét sokkal nagyobb adagot, sokkal kevesebb pénzből ugye otthon én is el tudok készíteni, tehát mondjuk ezért nem adnék $8. Ez a 8-as csirkemell csomag kerül $30-ba. Míg az apróra vágott csirkemell szintén $30. Bőr és csontmentes 8-as csomagú csirkecombok $31. Ezt ugye poundjára, tehát fontjára adják, tehát ugyanúgy, mint otthon kilójára. Tehát, mint láthatjátok, mindenhol változik az összeg, attól függ, hogy mennyi a súlya, ugye. Parti szárnyak, ez is 8-as csomagolás, ez a csomag $21.64-be kerül. Van itt darált pulyka, 4-es csomagolású. Ő $25-ba kerül, neki fix az ára. Míg ez a 2-es csomagú organikus darált pulyka $20-ba kerül. De vannak itt rákok, ez a tálcányi rák kerül $28-ba. Vagy itt van ez a csomag, ő már $32-ba kerül. Ugye ezeknek is súlyától függően változik az áruk. Ő például $28.07. Megmondom őszintén, az egész sült csirke az, aminek az ára nem ment fel az évek alatt. Amióta én a Costco-ba járok, ennek mindig $5 az ára fixen. Nagyon népszerű egyébként, nagyon hamar elfogy, rengeteget szoktak sütni, és elég nagy, tehát egy 4 fős családnak vacsorára szerintem bőven elég. Őt viszont szeretném megkóstolni, $14-ba kerül. Szerintem őt hazavisszük, mert nagyon jól hangzik. Csirkehús van benne, krémes poblano szalsza, monterey sajt és lisztből készült tortilla. Azt mondta a férjem, járjak a kedvében a férfi nézőimnek is, úgyhogy nézzük meg a sörárakat. 24-es Shiner Buck kerül $28.99-be, míg a Yingling sör szintén 24-es kerül $24.23-ba. A Modelo pedig az egyik legjobb mexikói sör egyébként. 24-es, viszont ez dobozos, kerül $23.50-be. A Corona Premier, ő is dobozos, 24-es kerül $25-ba. Míg a japán Sapporo, remélem, hogy jól mondom, ha nem jól mondom, javítsatok ki, 24-es dobozos sör kerül $20-ba.
Aki pedig még nem vette meg az amerikai zászlót, azt is megveheti. Jó nagy egyébként, tehát ez ilyen igazi házfalára való nagy zászló. Nagyon jó fém. És mindösszesen csak 34 dollárba kerül, ami szerintem egy nagyon szuper ár érte, mert ezek a jó minőségű zászlók sokkal többe szoktak kerülni. És akkor most elmegyünk a pénztárhoz, fizetünk. Veszünk akkor papírtörlőt, farmernadrágot, a mininánt. Veszünk mogyorót, veszünk savanyúborkát, a kutyának pelenkát, 24-es sört, akkor ugye megvesszük, kipróbáljuk ezt a csirkés enchilládát, valamint ugye alul ott van a WC-papír. És akkor majd most úrik a majom a vízbe, kiderül, hogy mindezért mennyit fogunk fizetni. 138 dollár 70 centet fogunk fizetni, és ebből közel 8 dollár az adó. Írjátok meg alulra nekem a kommentek közé, hogy mit gondoltok ezekről az árakról, amelyeket bemutattam nektek. Szerintetek megéri-e itt nagy tételben vásárolni, vagy az otthoni árakhoz képest milyen különbségeket láttok, tapasztaltok. Lájkoljátok a videót, amennyiben tetszett, valamint hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornára, azt mindenféleképpen tegyétek meg, és a kis csengőt is nyomjátok meg, így nem fogtok lemaradni majd a későbbiek folyamán a feltöltött videókról. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!